Hónapokkal ezelőtt szólt arról, hogy Alex Jones, ugyanúgy, ahogy Donald Trump és az összes ember, aki a politikában és a médiában szerepel, része a színjátéknak, ők maguk is színészek. Számtalan videót láthattatok már ezzel kapcsolatban a csatornán, és pontosan az történik, amiről akkor beszéltünk, hogy ezeken az embereken keresztül juttatják el az igazságot az emberekhez, a tömegekhez, úgy mint a globális felmelegedés, klímaváltozás, akkor a szeptember 11, az összes hoax, a hazugságok, mint Alex Jones és Donald Trump többek közt, hiszen senki nem veszi komolyan őket. Ez az egyik, a másik az, ami most történik, hogy napvilágra kerül az, hogy Alex Jones maga egy színész, még akkor is, ha csak egyelőre egy pletyka, azonban mindenképpen érdemes erre odafigyelni, ami történik, hiszen így fogják az ő hitelességüket lerombolni. Persze eddig sem volt semmi azok előtt, akik valóban ébren vannak, azonban az a kisebbség. A tömegek számára az van, ami a médiában történik, az az igazság, így nekünk is ezt kell figyelembe vennünk. És nagyon sokan, akik azt gondolják, hogy Alex Jones egy valós karakter, azok sajnos nem értik a valóságot, ugyanígy Donald Trump, Vladimir Putyin, vagy az összes többi, mindannyian színészek, mindannyian a saját szerepüket alakítják az emberiség félrevezetésében. Erre egy nagyszerű példa az, ami az Infowars-szal történik, és Alex Jones-szal most. Erről már szó volt korábban, Alex Jones ugye 33, ugyanúgy, ahogy Infowars, szintén 33-an numerológiában, és Alexander Emmerich, ugye Alex Jones igazi neve, Emmerich 22, és minden véletlen én értem, de egy idő után túl sok véletlen össze kell, hogy álljon legalább néhány ember fejében. Ami most történik azzal, hiteltelenítik mindazokat az embereket, akik hisznek ezekben a dolgokban, amiket ezek hirdetnek, mert természetesen a nagyja igaz annak, amit mondanak még akkor is, ha ilyen vagy olyan módon félrevezetik az emberiséget, különösen azáltal, hogy megosztják a társadalmat, és azzal a fajta retorikával, amivel működnek, mint Trump vagy Alex Jones, különösen ezzel a feszültséget keltik a társadalomban. A lényeg azonban az, hogy ugye egyrészt kiderült a kettejük kapcsolata, erről mindjárt szó lesz, másrészt pedig az, amit ők hirdetnek azáltal, ami most történik Alex Jones-szal, illetve úgy az általános viselkedésükkel hitelteleníti mindazokat, akik ezekben a dolgokban hisznek és ezt hirdetik. Newsweek arról számol be, hogy Alex Jones csak egy színész, ahogyan azt mondtam már hónapokkal ezelőtt, hiszen ő egy színész valójában, és az egyetlen feladata az, amiről itt is írnak, az, hogy az embereket provokálja. Természetesen nem lenne hiteles, hogyha folyamatosan hazugságokról beszélne, ezért kell, hogy igazságot is mondjon. A lényeg az, hogy lejárassa azokat, akik ezekben a dolgokban hisznek, azáltal, ahogyan viselkedik, és ugye ami most történik vele, hogy a személyét ellehetetlenítik, illetve idézőjel téve bemocskolják. Én még egyszer mondom, hogy én az elejétől kezdve biztos voltam abban, hogy Alex Jones nem hiteles, igazából én soha nem foglalkoztam vele, de tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy igen. Alex Jones ügyvédje, ugye Randall Wilhite arról beszél, hogy Alex Jones nem más, mint egy színész. CBS News ugyan erről számol be, és ez egy biztos jele annak, hogy ez az egész egy hazugság és része annak a propagandának, illetve annak a programozásnak, amivel a tömegeket manipulálják. Természetesen nem az a hazugság, hogy Alex Jones egy színész, hanem arról van szó, hogy az igazság sokkal összetettebb annál, mint ahogy a legtöbb ember azt képzeli. És ilyen karakterek, mint Alex Jones, Donald Trump vagy Vladimir Putin egyszerűen félrevezetik. Még azt is, aki azt gondolja, hogy ő ébren van, hiszen nem hajlandó lejjebb ásni, és
utána járni a dolgoknak. Alex Jones mindig is átlátszó volt, ugyanúgy, ahogy David Icke, WikiLeaks, Julian Assange, Edward Snowden, az összes többi, aki benne van a köztudatban úgy, mint úgymond igazságharcos, akár kire is gondolunk. Malcolm X, Martin Luther King, az összes Kennedy, mindenki kivétel nélkül része volt a propagandának, illetve a programozásnak. És nagyszerű, hogy ez a szemünk előtt folyik, ami történik Alex Jones-szal, hiszen így mindenki láthatja azt, hogy hogyan manipulálják az embereket. Ezek után semmilyen hitele nem lesz sem Alex Jones-nak, még annyi sem, amennyi eddig volt, de Donald Trumpnak sem. És teljesen mindegy, hogy mi az igazság, a lényeg az, hogy mi az, amit a tömegek gondolnak, és a tömegek azt gondolják, ami a hivatalos álláspont. Business Insider ugyanerről a hírről számol be, megerősítve az emberekben azt, hogy íme egy újabb őrült, aki összeesküvés elméleteket terjeszt, és kapcsolatban áll Donald Trump-al. Hasonló a helyzet a Daily Mail oldalán, ugye a Mail Online, ahol szintén ugyanerről a hírről van szó. Tehát nem csak Amerikában, hanem egész világon terjed ugyanez, hiszen erről szól a média, elterjeszteni azt, hogy mi a hivatalos álláspont, és onnantól kezdve a tömegek készek vonulni, és ismételni a hírt, és beszélni erről, és kóvályogni a hazugságoknak a hálójában. Habatortán azok a dolgok, amiket még felsorolnak, hogy tovább rontsák ennek az embernek a hírnevét, és még egyszer mondom, én soha nem bíztam benne, soha nem hittem el azt, hogy ő egy eredeti karakter, vagy hogy ő benne meg lehet bízni. A lényeg azonban az, hogy nagyon sokan igen, és hogy ő lett az a karakter, aki képviseli az összeesküvés elméletben hívő embereket. Mindig ez a lényeg, ki van választva, egy karakter, aki képviseli egyes csoportokat, a közvélemény, mint Stephen Hawking képviseli a géniuszt, aki tolószékbe ragadt, ugyanúgy, ahogy Michio Kaku képviseli a fizikust, meg az összes többi karakter, ezek a bohócok, akik különböző dolgoknak állnak a színén. Alex Jones, illetve az élén Alex Jones képviseli az összeesküvés elméletben hívő embereket. Így őt lerombolják, így mindenki, aki ebben hisz, ugyanolyan lesz, mint ő, egy őrült. Arról nem beszélve, hogy Trumppal ugye kapcsolatban volt, tehát sajnos ez kihat Donald Trumpra is, aki szintén hasonló nézeteket vall, tehát mindenki, aki hasonló nézeteket vall, ugyanolyan így manipulálják a tömegeket, erre szolgál a propaganda és a programozás. Érdekesség az, amiket itt felhoznak, ugye, hogy tovább rontsák a helyzetet, egyik az, hogy a demokrata képviselő Adam Schiff-et megfenyegette Trump, hogy fizikálisan bántalmazni fogja, ugye, természetesen az összes képviselő része a propagandának és a hazugságnak, ugyanúgy, ahogy ezek a karakterek, szinte mind, akiről szó van. A volt felesége azt mondja, hogy aggódik miatta, és hogy nem stabil az a lelki állapota, és jelenleg állítólag a gyerekeiért harcol. Én biztos vagyok benne, hogy ez az egész egy hazugság, az összes, az egész történet, ugyanúgy, ahogy minden más, ami a médiában megjelenik. Miért is ne lenne az? Miért mondanák el, mikor nem kellene, hogy elmondják? Azt mondanak el, amit akarnak, ami az ő ügyüket viszi előre. Az, hogy ez bekerült a közmédiába, Amerikában és a világon, az biztos jele annak, hogy ez egy hazugság és része ennek az egész programozásnak. Nézzük meg röviden, hogy miről is van szó. Ugye még egyszer arról van szó, hogy azt állítják, hogy ezek a dükkitörések, amiket itt produkál a showjában, ezek csak színészi előadások. Ha ez esetleg eddig nem esett le valakinek, akkor az annak ideje valóban fölébredni, és nem csak egy másik álomvilágban élni. Ez teljesen egyértelmű volt a kezdetektől fogva, hogy Alex Jones egy középszerű színész, ugyanúgy, ahogy más résztvevői a médiának szintén középszerű színészek, azonban ez elegendő általában ahhoz, ami a tömegeknek kell. Ahogy mondtam, ennek segítségével természetesen hitelteleni teszik az összes mozgalmat, ami az igazságot hirdetni. Ez esetben ugye a szeptemberi támadásokról van szó. Ugyanúgy, ahogy a Sandy Hook lövöldözés az iskolában is egy hoax volt, de
Az a baj, hogy fájdalmas, hogy mennyire az volt, hogyha az ember utána néz legalább 10-15 percet, akkor ez egyből kiderül. Szánalmas, hogy az emberek ezt elhiszik, de sajnos az a probléma, hogy nagyon kevesen mernek ellentmondani annak, ami a hivatalos vélemény, hiszen mit fognak gondolni a többiek, miért hazudnának, mit csinálnának vele, stb. Stb. És sajnálatos, de ha valakinek ez a pojáca nem elég ahhoz, hogy rájöjjön, hogy egy színházi előadásról van szó, akkor annak tényleg még nagyon sok házi feladatot kell megoldania ahhoz, hogy valóban ébernek mondhassa magát. Ugye a Sandy Hook lövöldözés Newtownban volt Amerikában, ami természetesen egy gigantikus hazugság, egy hoax, egy gyakorlat tulajdonképpen, amire aztán azt mondták, hogy ez egy valós esemény, egy idézőjelbe tett terrortámadás, ugyanúgy, ahogy az összes többi, a bostoni robbantás, a párizsi, a mostani moszkvai, de a londoni, mind-mind ugyanilyen átlátszó hazugságok. És hogy még tovább fokozzák a káoszt és természetesen a feszültséget nem csak nemzetközileg, hanem az amerikai társadalmon belül, ezért összehozták Donald Trumpot és Alex Jones-t, mint amiről szólt egy korábbi videóban. Donald Trump felhívta telefonon Alex Jones, hogy gratuláljon neki, hogy mennyire nagyszerű a műsor, és hogy ő mennyire szereti, és mennyi információt szerez onnan. Hogy nem lehet látni azt, hogy hogyan keverik a kártyákat, és hogyan húzzák a szálakat a háttérben? Ki az, aki elhiszi, hogy az amerikai elnök egy ilyen pojácával szóvál, és ezt nyilvánosan elmondja, hogy ő egy ilyen alávaló weboldalról szerzi az információt. És még egyszer mondom, nagyja annak, amit Alex Jones mond, igaz, azonban a probléma azzal van, ami nem igaz, és mint mindig. Szóval ezáltal, hogy Trumpot összehozzák Alex Jones-szal, ezáltal mindazokat az embereket, akik hisznek egyes részekben, amiben ezek az emberek, mint a globális felmelegedés, hoax, vagy klímaváltozás, vagy az összes terrorizmus dolog, ezeket az embereket is ebbe a kategóriába sorolják, és biztos vagyok benne, hogy későbbiekben, amikor ezeknek a dolgoknak következményei lesznek, amiket Trump tesz és mond, akkor ez is elő fog kerülni, hogy az összeesküvés elmélet az egy veszélyes dolog, és azokban hinni az ehhez vezet, ami történni fog. És ez az, ahogy éppen Trump dicséri Alex Jones, hogy milyen csodálatos a hírneve, és hogy mennyire hasznos az, amit csinál. Úgyhogy én tényleg érthetetlen az számomra, hogy nem lehet átlátni legalább ezeken az alapvető hazugságokon a legtöbb embernek, de sajnos ez van. És hogy létezik az, hogy két ilyen átlátszó színészi alakítás nem jön át az embereknek, illetve hogy nem esik le, hogy mi az, ami valójában történik. És a jelek ott vannak mindenki számára, aki lát, aki valóban felébredt, az tudja, hogy ezek az emberek egy csapatban játszanak, és akkor, amikor az amerikai elnök ismétli azt, amit Alex Jones mond, akkor egyértelmű a manipulálás és a propaganda. Még ez a bolond, aki valami szakértő, ez a bohóc is azt mondja, amit az előbb mondtam, hogy még soha nem volt ilyen, hogy egy elnök egy ilyen idiótát, mint Alex Jones, egy ilyen idiótát említett volna, hogy ő egyáltalán hallgatja, vagy kapcsolatba hozza magát vele. Nem az, hogy azt mondja, hogy ő támogatja meg, milyen nagyszerű hírneve van, és még ráadásul tőle idéz dolgokat, és rá támaszkodik. Szóval az egész egy borzalmas kavarodáshoz fog vezetni, de remélem, hogy mindenki kezd átlátni azon, hogy mi is az, amire a játék kimegy. Ahogy mondtam, Alex Jones szerepe, illetve Donald Trump szerepe többek között az, hogy lejárassák azokat, akik az úgynevezett összeesküvés elméletek körül munkálkodnak és ezekben hisznek, inkább, mint abban a propagandában és azokban a hazugságokban, ami a közmédiából áramlik, illetve ami az úgymond hivatalos vélemény, és ezt láthatjuk a szemünk előtt lezajlani ezt a folyamatot hamarosan. Az egész internet támadás alá fog kerülni, illetve hát már ott is van ugye a különböző reklám felület problémákkal, és
a nagyobb cégek ugye kivonultak például a Google-ba és a YouTube-ról azért, amilyen tartalmakat megosztanak bizonyos emberek, és ezzel nem akarnak ugye összeköttetésbe kerülni. Tehát az internet már támadás alatt van, azonban hamarosan ez a probléma sokkal súlyosabb lesz. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy most, amíg még van lehetősége, szerezze meg az információt, és távolodjon el, amennyire csak lehet a hivatalos véleménytől, illetve attól az állásponttól, amit a média hirdet, mert az nem más, mint propaganda, mindig is az volt, mindig is az lesz. Úgyhogy erre egy nagyszerű példa az, ami történik, és arra, hogyha valaki igazán nyitott szemmel jár, és az igazságot keresi, akkor meg tudja találni ebben az egész szemétdombban, amiben mindenki úszik tulajdonképpen, amit közmédiának hívunk, oktatásnak, tudománynak és politikának, csak keresni kell és kutatni. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!